Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban az ikrek jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ha bepillantok a januári horoszkópban, akkor közölhetem azt veletek ikrek jegyében születetteknél, hogy nagy változások nem várhatóak. Ez a jóslás egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem, mint egy személyes jóslás, a díjam az 4000 forint. És megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. Ő megjelenik itt a te gondolataidban. Itt voltak a múltban nézeteltérések, lehet, hogy te bántottad őt meg, az is lehet, hogy fordítva volt, ő bántott meg téged, de lesz egy szerencsés fordulat, egy jó hír. Ő az első sorban van, és a feje fölött nincs kártya. Az jelentené az ő gondolatait, de titokzatos, nem beszél ő a terveiről, de mégis látható, hogy közeledik hozzád, lesz egy jó hír. Ti egy vonalban vagytok, tehát a kapcsolat megvan, itt voltak igazságtalanságok a múltban, de lesz szerencse, nyeremény. Ez a nyeremény jelentheti az anyagiakat, vagy egy bírósági ügynél fogtok nyerni. Azt is jelentheti, hogy voltak igazságtalanságok, a kasza ezt elvágja, eltávolítja, és itt a nyeremény az jelentheti a belső értékeket, és hogy te értékes vagy számára. Ő ezekkel a kártyákkal van egy vonalban, itt van a nyilvánosság, a halak, jelentik az anyagiakat, vagy az értékeket, számára fontos, hogy megkapja az elismerést. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt egy bírósági ügy, vagy a korlátozások lezáródnak, hiszen a kasza elvágja ezeket a negatív kártyákat, itt lesz nyeremény, egy kellemes meglepetés, és a könyv azt jelentheti, hogy ő tanult ebben a helyzetben, de az is lehet, hogy valaki eltitkol előle valamit. Ha te egy hölgy vagy, ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban, itt valaki megbántotta a múltban, lehet, hogy ő, de a közeledben van egy jó indulatú hölgy, az lehet egy barátnő, vagy valaki a családból, vagy egy kolléganő. Ez a hölgy segít neked ebben az igazságtalan helyzetben, és itt van a remény. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. A gyermek jelenthet egy gyermeket, de jelenthet egy új kezdetet, vagy ártatlanságot, vagy a te fiatalos kisugárzásodat is. Itt szerencse van. Ez a csillagkép jelenthet egy spirituális területet, ezen a területen egy új kezdetet, és ez a levél egy hír tőle, de jelenthet szerződéseket is. És most megnézzük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét január hónapban itt látható. Itt megvannak a félelmek, hogy lezuhansz a mélybe, hogy elveszíted őt vagy a munkádat, hiszen a közelben itt van a horgony, ami jelenti a munkát, a hivatást. Itt vannak még könnyek, igazságtalanságok, vagy valaki megbántott téged a munkahelyen is. De szerencsére itt lesz egy szerencsés fordulat, egy jó hír, ő is jelentkezik nálad. Sőt, ez a tolvaj tud segíteni, hiszen a tolvaj el tud távolítani negatív kártyákat, mint például itt a könnyeket.
vagy az, hogy félelmeid vannak, hogy lezuhansz a mélybe. Második hét, január hónapban itt látható. A tolvaj tud segíteni, mert el tud távolítani bizonyos negatív kártyákat. De azért légy óvatos, mert a tolvaj az el tud más dolgokat is lopni. Például pénzt, értékeket, vagy az idődet rabolja, az energiádat. Itt látható a házasság kártyája. Ha olyan helyzetben vagy, hogy ez a férfi még nős, akkor a tolvaj el tudja a házasságát távolítani. Itt lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés, kiderül az igazság, a nap láthatóvá tesz valamit, ami szerencsét hoz. Ez lehet egy munkahelyi helyzet. Mindaz, ahol te fogva érezted magad ebben a toronyban, elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a tornyot, és akkor itt megvan a nyilvánosság, az elismerés, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Lehet, hogy az ő házassága lezárul, de ez a kártya jelenthet fontos kapcsolatokat is. És a kereszt, a hitedet, meg azt is, hogy a sors utatok kereszteződik. Azon kívül jelentheti a kereszt a döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a döntés szerencsét hoz, és itt lesz egy kellemes meglepetés, és a csillagképek szintén szerencsét hoznak. Itt látható, hogy van egy bírósági ügy, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, amit te igazságtalannak látsz. De itt megjelenik egy jó indulatú nő a környezetedben, és segíteni fog. Mivel itt vannak a halak, ez lehet anyagi segítség is, vagy jelentheti azt, hogy te értékes vagy, mint barátnő vagy kolléganő. Utolsó hét, január hónapban itt látható. A fa jelenthet egészségügyi témákat. Akkor itt megvan az élet erő, és lesz javulás, gyógyulás. Itt a könyv és a fa együtt, az lehet tudás, tanulás ezen a területen. És a gyermek jelenthet egy új kezdetet. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Az lehet kellemes, de lehet kellemetlen is. Ha valaki van a környezetetekben, aki megpróbál uralkodni felettetek, vagy mondja azt, hogy mit kell tenni. Ez bizony néha kellemetlen lehet, és akkor a fa azt jelenti, hogy ez betegíti őt vagy téged, az is lehet, hogy az egészségügyi területen dolgoztok, és ott van például egy főnök vagy egy főnöknő, ami kellemetlen lehet számotokra. Amit a fa még jelenthet, hogy keresitek a biztonság érzetét, vagy a munkahelyen, vagy a párkapcsolatban, ahol le tudtok gyökerezni, és akkor a medve jelentheti ehhez az életerőt. A könyv utal a tudásra, a tanulásra, de lehet az ő zárkózottsága, vagy azt is jelentheti, hogy valaki eltitkol előletek valamit. Itt lesz egy új kezdet, ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást, ez nyereményt hoz, lesznek jó, előnyös kapcsolatok, és a hajó adja ehhez a reményt, vagy lehet egy utazás, lehet külföldi kapcsolat is. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!